Nem fogynak az ittas vezetők idehaza. A statisztikák szerint folyamatosan emelkedik a számuk, hiába szigorúak a büntetések. Bár a kerékpárosoknál nincsenek konkrét előírások, velük szemben is eljárást indíthatnak a rendőrök. Nem túl rózsás helyzetről tanúskodnak a nemrég kijött közlekedési statisztikák. A prevenciós bűnözés statisztikai adattár legfrissebb adataiból az derül ki, hogy 2012 óta radikálisan emelkedik az ittasan vagy bódultan volán mögé hülők száma Magyarországon. Míg 7 éve csak 7014 ilyen esetet regisztráltak itthon, addig a tavaly évre ez a szám több mint a duplájára emelkedett, összesen 16.561 ilyen jutott a hatóságok tudomására. Hazánban 2008-ban vezették be az úgynevezett zéró toleranciát, ami azt jelenti, hogyha a közúti ellenőrzés során az alkohol szonda akár a legkisebb mértékben is jelez, komoly büntetést kap a sofőr még akkor is, ha nem okozott balesetet. Mint a pénzcentrum összeállításából kiderül nem kis összegekről van szó, 30 ezer-től 100 ezer forintig is terjedhet a bírság, a véralkohol, illetve a levegő alkohol koncentráció értékétől, valamint attól függően, hogy főútvonalon közlekedette a sofőr vagy sem. Területi bontásban egyébként Budapest vezet, majd Pest megye és Bács-Kiskun következik már jelentősen lemaradva. A legkevesebb eset Nógrádban történt, utána Tolna és Vas következik. Öröm az ürömben, hogy a statisztikák szerint legalább az ittasan okozott balesetek száma csökkent. A legtöbb baleset ugyanakkor még mindig Szabolcs, Pest és Bács-Kiskun megyében történt. A legalacsonyabb a Tolna megye bír. A brüsszeli központú vezetői szokásokat elemző Beg a szervezet 2017-es adatokat összesítő jelentése szerint a magyar autóvezetők 11%-a ült valához alkoholfogyasztás követően. Sokan nem is csak alkalmanként tesznek így. A napokban például egy pilisi férfiről cikkeztek, akit egy hónap alatt ötször kaptak el ittas vezetés miatt. Az ügyészség fókház büntetés volt, valamint arra kérte a bíróságot, hogy a vádottat véglegesen tiltsák el a vezetéstől. Az autósok emellett súlyos büntetőpontokat is kaphatnak, ha tetten érik őket a rendőrök. pedig az egyenruhások minden ellenőrzéskor megszondáztatják a járművezetőket. Húsvétkor különösen figyeltek erre, és hiába figyelmeztettek még az ünnep előtt, ismét több tíz itt a sofőrt kapcsoltak le a megyében. Dr. Vajtó Levente, a szabolcs megyei megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője a vendégem. Jó estét kívánok! Kedetszok. Mondhatjuk, hogy valóban duplájára emelkedett az ittas vezetők száma, vagy egyszerűen kétszer annyit kapnak el mostanában? Több az ellenőrzés esetleg? Azt, azt mondhatom, hogy több az ellenőrzés. Ha így fogalmazunk, ha úgy, az, az tény, hogy ittas vezető sok van az útjainkon. Hogy miért fordul ez elő? Hát megközelíthetjük egyébként ezt az emberi oldaláról is. Kevés szer lehet ezt hallani. Ugye emberi oldala mit mutat ezeknek? Ez egy szándékos magatartás. Tehát még a, a rendőri praxisban nem fordult olyan elő, hogy valaki bebizonyítsa azt, hogy ő véletlenül ült itt a volán mögé. Ez egy szándékos magatartás, egy tudatos magatartás, aki alkolt fogyaszt és beül a... Valán megé, az tudatosan ül be. Ez, ez tovább boncolva mindenki ismeri ugye a Kresszben a bizalmi elv fogalmát, ugye akinek vezetői engedélye van, az vizsgázott ebből. Ugye ez mit akar, hogy mindenki ismeri minden közlekedő a szabályokat, és minden közlekedő be is tartja. Ugye maga a jogszabály, meg maga az elv, ugye ehhez nem fűz szankciót. Tehát nem mondja azt, hogy azért, mert büntetést kaphatok. Ez egy tudati oldalról kellene megközelítenünk, hogy mindenki tudatosan vállalja azt, hogy megtartja a szabályokat és betartja a szabályokat. Ugyanakkor, hogy az utóbbi években szigorodtak a szankciók, a zéró toleranciát elég régen meghirdették. Ennek ellenére mégis gyakoribbak ezek az esetek. Mi okozza ezt? Igen, a zéró tolerancia működik, tehát akinél ittaságot vélnek felfedezni a helyszínen, ott több tízezer forint bírságot kaphat, vagy a helyszínen, akár ez lehet százezer forint is, vagy pedig akár a jogosítványt is elvehetik ott a helyszínen, és büntetőeljárást indítanak az ellen a aki ittasan vezetett. Mi a tapasztalat ebben a növekedésben? Azok száma növekszik, aki mondjuk egy sör után beül vezetni, vagy pedig a kifejezetten ittas állapotban lévők szaporodnak? E, ugye itt a felkonferálásban ugye részegsofőrökről beszélt mm. e, e, az úr, e, nem is mondanám azt, hogy részeg, Ugye a, népi a a, nép a részeg az ugye az már az, aki, aki a lábán állni nem az bír. már bír. Egy a így, van, így van, tehát már a lábán állni nem bír, de volánhoz beül. Nem csak ilyenek veszélyesek a, a, a közlekedőkre nézve, hanem aki egy sört iszik, két sört iszik, kevesebbet iszik, többet iszik, és az a tapasztalat, hogy emberenként, személyenként ez változó. Tehát lehet, hogy aki két sört megiszik, még nagyon egyenesen tud menni, van, aki ez az állapot már, már szinte részegséget okozhat. És hát nem lehet megkerülni a kérdést manapság, mennyire tud odafigyelni a rendőrség, vagy akár ott a helyszínen egy rendőr a drog alatt történő vezetőkre? egyre többször odafigyelnek a kollégák. Egyébként az évek tapasztalatai azt mutatják, hogy, hogy fel kell készülni a rendőrségnek is erre. Egyre több bódult állapotban lévő sofőrt is úgymond lekapcsolnak a, a rendőr kollégáink. Ez annyira még azért nem jellemző itt a megyeinkben. A személyi sérüléssel járó balesetek száma örvendetesen csökkent azonban. A megyében. Igen, azt kell, hogy tapasztaljuk, hogy itt 2019 ig eltelt időszakában jócskán csökkent a személyisérülései járó balesetek száma. Minek tudható ez be? Miközben az ittas vezetők száma meg szaporodik. Ö, ugye eddig azt hallottuk, hogy a balesetek nagy részét ittas vezetők okozzák. Azt nem mondanám, hogy szaporodik, inkább azt mondanám, hogy állandóan sokan ö, vezetnek ittasan itt a megyénkben is. Lehet ez egyébként a rendőri ellenőrzésnek, ugye tavaly, tavaly előtt nagyon sokat volt kint kollégák, nagyon sokat voltak az utakon, mindenki egyébként, hogyha járművet vezet, tapasztalta vagy már belefutott a finmódszeres ellenőrzésbe, ami a témához kapcsolódik, és megemlíthető, hogy az egy célzott ellenőrzés, ami az ittas járművezetők kiszűrésére szolgál. Hogyan történik ez? Ugye ennek az a lényege, hogy, hogy minél többet merítsünk a forgalomból, minél több járművezetőt szondáztassunk úgymond meg a helyszínen, és célzottan csak is az ittasságot ellenőrizzük, emellett persze nem mennek el a kollégák olyan szabálysértés, olyan kirívó szabálysértés mellett, ami szemmel látható. Mi az, amit még tud tenni a rendőrség azon kívül, hogy rendszeresen és minél gyakrabban ellenőriznek? A megelőzésre azt gondolom nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni. Így van, tehát, tehát megpróbáljuk tudatosítani a járművezetőkben, illetve állampolgárokban, hogy tehetnek a közlekedésért tudatosan üljenek be vezetni, tudatosan vezessék a járműüket, ne veszélyeztessék sem magukat, se pedig a közlekedésben résztvevő más társait. rendeznek -e, olyan szerveznek -e olyan rendezvényeket, amik kifejezetten erre hívják fel a figyelmet, akár fiatalok körében, vagy, vagy családok számára? A megyei bizottság bizottsága, működő bizottság <hül> itt a, a megyénkben is, ennek a szervezetnek a célja az, hogy felhívja erre a figyelmet. Már a kisiskolás, kortól kezdve előadásokat, megelőző preventív előadásokat tartanak, illetve ehhez csatlakozik még, hogy versenysorozatokat hirdetünk meg, amelyek a kerékpárosokra vonatkoznak, személygépkocsi vezetők, illetve segédmotorkerékpáros. Ha már itt a kerékpárosokat említette, velük mi a helyzet? Ők megengedhetnek-e maguknak egy-két sört vagy valami rövidet? Hát, ha az én véleményemet tetszene kérdezni, akkor nem. Pontosan azért, mert az előbb mondtam, hogy ugye a két pohásod is mindenkinél más hatást fejt ki. A kerékpárosok annyiban fogyaszthatnak alkoholt, amennyiben még ők biztonságosan képesek vezetni a járművüket. De ezt hogy tudják ők megítélni, vajon? Mennyire reálisan tudják felmérni? Hát a tapasztalatok szerint van, aki nem tudja reálisan megítélni. Hogyha egy ilyen kerékpárt vezető személy rendőri ellenőrzésbe fut, vele szemben is eljárnak a kollégák, egy szabálysértési eljárást kezdeményeznek. Mi a szankciója? Akár több tízezer forint bírság is lehet. Az autóvezetők szankcióiról még nem igazán beszéltünk, és itt a bejátszásban elhangzott, hogy többször egymás után, mondjuk többszörös visszaesők még mindig volán mellett ülnek. Ugye azt említettem már, hogy a helyszínen el is vehetik a vezetői engedélyt. Egyébként a, a tapasztalatok szerint ez a legfájóbb pontja. Ugye a vezetői engedélyre, jogosítványra mindenkinek szüksége van, mert naponta közlekedik. Ha elvették, büntetőeljárást kezdeményeznek, és a bíróság előtt felel az elkövetett cselekményért. Amennyiben balesetet okoz valaki ittasan, ez mennyire számít súlyos körülménynek, hogy ittasan követte el a balesetet? Súlyosító körülmény minden esetben. Magyarul? Magyarul több, több, na, több vagy nagyobb büntetést kaphat. Picit beszéljünk még a kerékpárosokról és a megelőzésről. Úgy tudom, hogy éppen egy rendezvényre készülnek. Igen, ugye, mint említettem, a, a preventív tevékenységünknek a célja az, hogy már az iskolásoknak is oktassuk a kerékpáros közlekedés szabályait. Ugye a kerékpárosokra, ha visszatérünk, ők az egyetlen a gyalogosok után, akiknek nem kell vizsgát tenniük ahhoz, hogy a közlekedésben részt vehessenek, viszont a szabályokat nekik is illő, illendő betartani. Ezért is ugye nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy, hogy az oktató nevelő tevékenységbe is bekapcsoljuk ezt a, ezt a Kressz ismeretet, ha úgy mond. És itt májusban, pontosan a holnapi nap, holnap és holnap után a kerékpáros iskolakupa országos döntője kerül megrendezésre így házán, ahol összemérik az országban a megyei versenyt megnyert fiú, illetve lány versenyzői ügyességi, szabályossági, illetve kresszelméleti tudásukat. Ha már itt szóba került, hogy ő nekik nem kell kresszvizsgát tenni, egyáltalán hány éves kortól mehetnek ki forgalomba kerékpárral gyerekek vagy fiatalok? Hát forgalomba kimehetnek. Főútvonalra vannak speciális szabályok, hogy nem közlekedhetnek kisgyermekek, illetve nem, szállíthatnak egy, nem szállíthatják egymást kerékpáron. Azt gondolom, ez egy külön témát megérdemelne. Dr. Vajtó Levente, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma is. Én is köszönöm.